Ó, basszony, nincsen hang. Mert... Az én itt, ha killódna ez a hanga. Have you been feeling tired lately? Yes. Have your wives been hysterical? Your chickens getting sick? Milk going sour for no reason? Yes! That's all caused by tempermancy. Curses, black magic, evil energy. Azt mondja, hogy mutass rá, hogy ő egyveselyokat fecseg. That's enough. This nonsense is making my ears bleed. Are you the one giving orders to the WAS? Look who's here. A magician tempermancer. Tempermancer. Enemy of humankind. The ruiner of good fun and the vanquisher of children's smiles. I'll ask again, who is in charge of this circus? The president told us what you are. If you want to ask him about something in person, have a look at the brochure, like the others. You know how to read, right? Azt mondja, nagy szájú. Nagy szájú, csak nagy szájú, vagy azt mondja, amit mondani, vagy mondanak neki, vagy tényleg hisz benne, nem ő vezeti, azonban a vaszt, végére kell járnunk dolgoknak, oké. Okay. Kövesse a szállat, nagy szájú és a szóról a felvezet a célomhoz. Meg kellene látogatnom a vaszt, megnézni, hogyan halad a toporzásuk, és talán így vagy úgy, de elintézni őket. You'd better get out of here while I'm still in good mood. It's not too late to get sane. Look, the magician is threatening us. They want to silence us. You can't bewitch us all. Demon, devil, let's get him sorted. Oh, bunyó. I can feel my milk going sour at home. Come on, brothers. Let's put him in his place.
Remek. Afterwards, pop into our headquarters for some coffee and pastries. Hárman vannak. De itt az a gond, hogy kicsit át kéne alakítani a dolgokat. Ez jó így, az biztos. Itt ezt átalakítom erre. Azt mondja, hogy... kell nekem egy akuláció erre, azaz 40-42. Azt mondja, hogy úgy csináljuk, hogy ez... ezzel fogok kezdeni. Oké, és utána meg levesszük a páncélt. Utána dupla sebzés okozás az igazából nem rossz. Az 10-12, lehet, hogy inkább... nem, ez így jó. Oké, megnézzük így. Egy körrel gyorsabb lesz, növeli a kárt, így van, az jó. Oké, nézzük meg így. Ezt instant le lehet húzni szerintem. Nézzük csak. Ki az első? Ő az első. Csapatvédelem, nézzük csak. Aha, ő rá megy, csak ez jó. Meg kéne átkozni őt. Hát, ez sikerül. Sikerült, oké, nagyon jó. Nagyon jó, és akkor így most már tudok jönni. Ezen kéne kezdenünk. Méghozzá le kéne venni azért neki. A fókuszt. Elterelés. Nem mondod. Ja, értem. Immun és a fókusz megfosztása. Akkor ezt töröljük, nem jó? Hát itt sehogy nem lesz jó. Túl nagy az ármórja. Jó, igazából ezt be tudok verni egyet. Ez lassú támadás, de ez így bőven jó. És akkor ezen meg megtámadjuk őt. Elvileg tökéletes. Hát ez így tökéletes, nagyon jó. És akkor tudok még olyat csinálni most, hogy... minden alacsonyabb és ellenség élet pont annál gyorsabb képesség, így van. Egyes ellenségre, akit a szenvedés állapot, aha, ezt lehet, hogy be fogom tolni. Hát ez nem lett dupla sajnos. Oha. Mi van ezekkel? Aranyokat támadnak amúgy. Már nem azért. Nem jó. Ja, hogy... nem értem, hogy hogyan tudtak így körbe támadni, mondjuk, ez elég fura.
Azért ezt tegyük hozzá. Be kell magam hílálnom. Ezt meg ki kéne ütni innen, vagy nem is tudom. Rohadt nagy probléma lesz itt. Nem lesz jó. Ez cumi. Oké, ez az egész úgy, ahogy van, szar. Na, csináljunk valami normális beszállítást, mert ez egy hokedli. Hello, Gyuri! Nem tudom, hogy máshol van ezt, én nekem Steam-es, az biztos. Ez mindenképpen kell. Nekem Steam-en van meg, úgyhogy nem tudom, biztos van másra is. Nem, fogalmam, tényleg nincs. Fogalmam nincs róla. Brutális kötelék. Ez úgy jó lesz. Azt mondja, mit rakjunk még be? Jó, próbáljuk meg így. Elme kettő. Have you been feeling tired? Yes. You'd bet. Look, demon. I can come. Okay, na nézzük. Próbáljuk meg őket megpicsázni. Őre kell kezdjek, az biztos.
Nem baj, kapott mérgezés, viszont nem értem, miért van még rajta mindig. Ez mondjuk tök érdekes. Nem értem, hogy miért jönnek egymás után ilyen gyorsan amúgy. Avány gőzem nincs róla. De nem... Ide van írva, hogy 5.-6. kör. Hova jönnek ilyen gyorsan egymás után? Ez, amit nem értek ebbe. Ez, amit nem értek ebbe az egészbe, hogy ez miért így van. Oké, visszahíláltam magam. Oké, faszá, ez meghal. Nek be is taszítok egyet. De már megint csinálok majd egy jelölést. Nem tudok mit csinálni. Muszáj leszek hílelni, ha tudok. Ez baj. Nem tudom őket támadni se normálisan, az baj. Jó, a cél az nem túl sok. Sok állom én, ez túl sokszor jönnek. Nem szabad ennyiszer jönniük. Én szerintem, de mindegy. Ez így nagyon nincs rendben. Oké, kitoltam a támadásukat, meg szerencse. 4 heal, az nagyon gyenge. Baj. Ezt is el kell most kicsit tolnom hátra, ha tudom. Viszont negatív hatásokat azonnal el kell távolítanom magamról. Oké, hát 10 HP-m van. Nem tudom, hogy vele mit tudok csinálni. Megpróbálom megint ellökni hátra, jobb ötletem nincs. Nem adta be, meghalunk. Egy HP. Bazd meg. Oké, okay, fasza, bejött a heal. Innentől kezdve nyertem. Nem könnyű. Itt lesz a Borbély egyébként.
indeed fanciable. Up close, I would even say a solid 8, wouldn't you? I don't know. We'll see when he turns around. Az igen. Kérdezem, mit csinálnak. Eight it is. Will you show us something more? May I ask what you ladies are doing? What everyone does. We're evaluating. A solid 8? You know, on a scale from 1 to 10, you look quite stiffy, sir. Why are you schmoozing with some sucker who's already suited and booted for his own funeral? Oh, Megan Body. You lousy fop. Got an itch in looking for some philandering at the Marble Orchard, are you? Sose jutok el izéig, feladatig. 6, 5, 0. There's nothing here for you. Mr. 8 got some you-know-what, so he caught our eye. And vice versa, I can tell. Get ready for some shellacking, lads. We got a dandy looking for some extra ventilation. Remek. And, as luck would have it, not too far from the orchard either. Sir, you have the unique opportunity of becoming a 10. Hárman vannak. Ki kéne csapni nagyon gyorsan. De nem értem ezt, hogy miért nem érnem jó rá. Mindegy, leszarom. Csináljuk úgy. Ezt mindenképpen el kéne lökni hátra. El tudom lökni. Ez elvileg immun is szerintem, ugye? Csökkenti a tulajdonosra, gyakorolt hatást, hatás egyel, szükséges dimenzió erőtet 4. És nem tudom kikapcsolni rajta ezt. Értem. Szia, immortál. Jó, csináljunk rajta egy végzetet, azt meglátjuk. Sikerült. De most csúnya lesz, haver. Egy. Ennek is egy, ennek beverek egyet akkor. 5-ös, elvileg megduplá, vagy 50%-kal nagyobb a támadási ereje a dögömnek most. Ha minden igaz, és akkor csináljuk azt. Ez mit ad? Ellen csökkenti az elszenvedett kárt 80%-kal. Ezt lehet, hogy nekiállok debuffolni. Mekkora védelme van? Elég nagy. Hát inkább a hátsót kéne debuffolni. Tizenöt-harminc. Ez kemény volt. Ja, várj, ez egy életben maradt. Hogy? Bazd meg. Gyerekek, ezt nem hiszem el, hogy az életben maradt ez a takony. De ez már meghal. Hátsóra meg verjünk rá egy hiat. Oké, az összeesik. Erre a hátsóra rá... Az anyád. De miért ő jött? Hát elvileg az előrébb volt, ezt nem értem. Még mindig, hogy működik rendesen. Na mindegy, érdekes. Ezt nem használom el, hanem helyette lehet, hogy csökkenteni kéne az armort. Jó, 11 heal. Egyelőre ez a healer ability az, amivel megtartom magam. 12-ös damage, az anyádat. Jó, ő már biztos, hogy bedől, mert kétszer négyes szorzója van, úgyhogy őt fogom megtámadni. Méghozzá egy dupla
dupla damage-el. Biztonság kedvéért még azért oda teszünk valamit. Még egy healt, mondjuk még egy healt. Nyertem. Kemény volt a buli. Nekem mennem Rasputinhoz, mert az a baj, hogy azért vagyok ilyen gyenge. Yes, sir. Please let me in. It's urgent. You can't just turn up like this. What will I tell sir and madam? Fear not. I'm here for Rasputin. Rasputinért jöttünk. I can sense he's in a drawing room. Oké. Intriguing. Azt mondja, halom meghívó, valsó neves személyiségének, te a délutánokra és vacsorákra, oké. Okay. Beszélek mindjárt a Rasputinnal, és akkor sikerül aktiválni a harmadik démont. Azt mondja, kenyérpuding, kenyere, ja, ez egy recept, ez nem fontos nekünk. Kenyérpuding. Gyógyszer, különböző gyógyszerek és tinktúrák díszes üvegekben, orvosok és kuruzslók által felírt különlegességek. Oké. Okay. Parfümös üveg. Rasputinnak ajándékozták a Nadarizhnik, összönleg arra utalva, hogy megpróbálja elrejteni intenzív szagát mindenki javára. Az ajándékot elfogadták, félretették és sohasem használták. Aha. Itt a Rasputin, még ezt megnézem itt. Dekoratív legyező. Anéla, reszkető szavai még mindig a ventilátor fölött lengedeznek, amelyeket vagy a férjének vagy önmagának mondott, és amelyekben a megromlott egészségéről és pszichéjéről panaszkodik. Az apró szellőztetések nem hoztak enyhülést. Összeraktam egy teljes képet, azt mondja, a Nadarizhnik család. Nadarizhnikiek jó helyen vannak, meglehetősen jómódúak, kényelmes életet élnek, és magas beosztású barátaik vannak. Nem csoda, hogy Rasputin őket választotta. Úgy tűnik, azzal nyerte el a kegyeiket, hogy gondoskodik Anieláról, aki idegbetegségben szenved. Is that him? In the flesh. Allow me to introduce you. My dear hostess, Anjela Nadarizhnik, and my dear friend, Peter Schulzky. Your father had a beautiful funeral. Thank you. My dear, we finished for today. Now I'll find out what brings Victor to us. What brings you here? But you were the one who phoned. Very funny. Mondta, hogy hipnózisra van szüksége, de tudom, hogy meddig szándékozik itt maradni. Kérdezz meg, hogy régóta ismeri a Rizkit. Have you known them long? No, but Anjela and Lucian are my two good souls. They took me, an impoverished preacher, in under their roof. And I'll never forget that. Are you helping them too? I am a balm for Anjela's frazzled nerves. But enough of that. Tell me what you need. Mire van szükségem? Mondta, hogy hipnózisra van szükség. Actually, I don't feel great. Let's see what you've brought with you this time. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax
and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. A legutóbbi streamnek a vége fele szereztem meg egy démont, ez a harmadik, és azt tanulom meg majd most használni. I don't see him, but I can sense. So that's how you want to play. That chirping of his is unbearable. Do you hear him? Good. That means you can locate him. Point him out to me. Focus on his song and show me where he's hiding. You have him. Hogy néz ki? Na, sikerült. You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. What year is it? Still 1905. Yet time flows on inexorably. Meddig szándékozok? Oké, megyünk tovább. No, I won't bother you. We can talk next time. The Narodzinski door is always open to you. Oké, szuper, mehetünk is innen, itt végeztünk. És ugye engem most az érdekel, van itt egy csomó olyan küldetés, ami le fog zárulni, szóval azoknak nekiállok. Oké, menjünk vissza a temetőbe éjszaka. Nem tudom, most éjszaka van-e, mindjárt megnézem. Nincs éjszaka, úgyhogy nem az jön, hanem egy másik küldi. Szabó inspiráció, látogass meg a Provislevzsorást régi helyét. Jó, az lesz akkor a következő, amit csinálok. Borostyán magazin. Lapon nyit az magazin, amelyben olvasó jelekre adott válaszok szerepelnek, úgy tűnik. Jan Vicoszki balettmester hamarosan abba hagyja a táncórák adását. Oké. Okay. Itt is van valami. Ott. Elveszett jegyzet. Megvásárolt egy Jagger mellény friss virágok pomádé. Azt mondja, egy Jagger mellény az ötödik ebben a hónapban irigykedő gondolatok kísérték végig a megbízások intézésével töltött idő alatt. Azt mondja, gyerekként fészkelődtek a fejemben, rágták a jólétet, miért születnek egyesek lakásokba, mások pedig falusi kunyhókba. Oké. Okay. Minden nyomra figyelni kell, mert így lehet questeket teljesíteni egyébként. Nothing can be kept secret from me. Láncos kézi könyv, egy nemrég megjelent könyv, az első oldalon a tulajdonos aláírása. Összeraktunk ebből is valamit. Trendi tánclecke. Estőreket tart, ahol az emberek energikus nyugattáncokat tanulhatnak. Az új hóbortot nem kedvelő hívek azonban arra kényszerítették, hogy beszüntes tevékenységét, így most van az utolsó pillanat egy beiratkozásnak. Aha. Előre csak megyek tovább, és itt is van még valami. Nothing can be kept secret from me. Kármin piros színű fémtáska. Fémtáska? Hát ott kiesett egy kocsi ablakából, talán nem kellett volna részegen megjavítani a sminkét, szemüldés szavak elpettek fedélre, könyörgések, hogy menjen bele, ígéretek, hogy táncos, táncosnőként híres lesz az új világban. Oké. Okay.
piszkos fehér, az emberek irítsége határtalan, miért is törődne vele bárki is. A Fleur de Lis, mint a merész húzás, Jacquard mellény, mindenkit elkápráztat, a rubinvörös pedig a város szája íze lesz. Az új világ divat nem ismeri a szerénység erényét. Hadd irigykedjenek, oké. Na, menjünk tovább. De kell eljutnom. Pontosítok, éjszak. Ez micsoda? A lovaskocsi, éjszak, szabó. Aha, itt van szabós küldi. Lehet, hogy meg kéne azt csinálni. Mindjárt nézem, hogy mik vannak ezen a területen, mert lehet, hogy azokkal kéne kezdeni. Főküldetések. Mellékküldetések. Szabó inspirációja, ugye megtaláltuk elvileg. És az itt van mellettem, úgyhogy oda megyek elsőnek. Megszerezte az úriember más is szám, szerintem meg is van az inspiráció. Jó, menjünk akkor oda, és akkor ide. Most a kérdés az, hogy az utazással mennyi idő telik el. Talán, hogyha minden jól megy, akkor sem ennyi. Valahol itt lesz a szabó. Megvan a szabó, oké. Na, elméletileg megtaláltuk az inspirációját. Mr. Shulsky, come in. What's new? Ott is van. Vegy a szabón egy kis új inspirációt. I've got some fresh ideas for you. Promising. But you can't keep wearing the same attire. Please. Come back to me if you find more inspiration. Meanwhile, I shall attend to my work. Please, excuse what? Me. I won't bother you. All right. Jó, át kéne öltözni elvileg, hadd nézzem, mert nem jó. Oké, szereztem másik ruhát, az... Úgy jó is. Próbáljuk meg így. Mr. Shulsky, come in. What's new? I won't bother you. All right. Ez még mindig nem jó. Előfordult, hogy csak izéket ad? Ilyen ruharevárdokat, vagy mi? Érdekes. Ja, várjál, nem is öltöztem át az előbb, hadd nézzem, de... Nem, most elvileg már jó. Na most öltöztem át, hadd nézzem. Most mit mondod, gyerek? Mr. Shulsky, come in. What's new? Aha, nem kell még. Jó, mindegy. I won't bother you. Érdekes küldi. Másikat csinálunk. Ja, mert most változott is, ott van. Szóval azt ígérni, hogy képességem messze túlmutatnak azon, igen. El kell hagyni a hagyományt, és arra kell koncentrálni a ömjú a következő évtizedekben.
Világos. Majd szerzünk meg inspirációt. Tudjunk már többet a titokzatos kurtizáról, és ő merre van. Melyik térképen. Várjunk, itt még van egy csomó olyan rész. Lehet, hogy ezeket meg kell csinálni először. Érdeklődési pont. Eszembe. Most már ki tudok osztani egy csomó pontot. Ugye most megszereztük ezt is. Lesz az ideje. Ez micsoda? Átgondolt fejlesztés. Ó. Ez a heavy támadásból a kettes. Oké. Okay. Meg kell találnunk ezt a démont. Ez mit ad? Igen, páncél. Vannak még itt? Szenvedő. Minden kör végén. Aha. Életpontok. Ennyi pontom van még? Még van 3. Karesz! Szia Karesz, köszönöm szépen a 3. hónapot, tier 1-es 3-at, köszi szépen a támogatást. Köszönöm. Azt mondja, hogy kirakom, hát megyünk sorba, igazából mindent ki kell raknom úgyis. Na és akkor most kaptam újabb ilyen cuccokat. Na, ott is van, újabb spelleket kaptam, agónia. Össze kéne rakni ezt úgy, hogy jól működjön. Visszaállítja az életerő pontok minden egyes ellenségre szenvedés állapotban minden további akció, amely helyreállítja az életerő pontok fog visszaállítani belőle. Szenvedés megkapja meggyengítősebb. Azt rárakom az agóniára, az jó lesz. Várjunk, csak nem biztos. Akkumuláció. Heavy támadást ezt beállítom ilyen brutál duplázásosra. Akciók lassítására adunk vele. Hogy mit hogyan kéne összerakni, picit nehéz. Nem ezt, nyilvánvaló, azt mondja, kitettség, növeli a bevitt kárt 50%-kal, az se rossz basszus. Az se rossz, 50%-kal növeli a bevitt kárt. Az mondjuk ilyen debuffolásra jó is lehet akár.
egy körrel gyorsabb lesz. Ezt mondjuk bent hagyhatjuk. Jajjaj. Lehet, hogy ezt a szenvedést berakom extrába. És akkor valakit így végig lehet debuffolni. Azt mondja, növeli az okozott sebzést 50%-a adrenalin. Lehet, hogy azt kéne, hogy... Mert ugye ezzel debuffolok. Aha, azt is fogom csinálni. Nyomok ilyen adrenalint, és akkor ez jó lesz ide, és akkor ezt meg, a szalutoros dolgokat, azokat leveszem. Növeli a bevitt kárt a kitettségre. Kellene még egy kitettséget berakni. Éres meg fiatalodás. Egy körrel gyorsabb lesz a szalútorom, mondjuk. Az is jó egyébként. Ú, gyerekek, nem tudom mit rakjak be. De baj, itt minden jó. Itt minden is jó egybe. Viszont várjunk, lehet, hogy inkább ezt kéne. A növelt kár, a kitettség, mert ugye itt a növelt kár az azért jó, aha, lehet, hogy kicseréljük. És nem az adrenalin, mert az adrenalin az nekem ad buffot, hanem a kitettségre ő kap nagyobbat. Ez lehet, hogy jobb. Azt meglátjuk. Mert amúgy fogalmam nincs, hogy mi lenne jó. Oké, megnézzük így. És akkor erre még kéne valami. Na gyerünk! Megpróbálom csinálni ezeket a mellékküldiket, van belőlük nagyon sok. Azt mondja, a bigót naplója a valsó évről évre egyre mélyebbre süllyed az erkölcsi hanyatlás mérségeibe. Az egykor szerényes jámbor családok által lakott utcák most a legrosszabb egyéniségek melegágyává váltak. A szomszédom, a kedves S. asszony például mesélt nekem egy nőről, aki az Erivanska utca 7. szám alatti bérházban bérel lakást. Ő egy opera művésznő, akit sok gazdag férfi látogat, rengeteg ruhája és pazar berendezése van a lakásában. Nemrég egyik sok mecénással elvitte őt egy külföldi útra Japánba. Az ő fajtájának szégyelnie kellene magát, ha nyilvánosan mutatkozik. Egy kézzel írt lap kapott széllel, úgy néz ki, mint a többszöri erőszakos forgatás következtében esett volna ki. A tartalomból kiderül, hogy az Aminska utca 7 szám alatt lakik egy opera művésznő, aki híres külföldi utazások iránt érdeklődésről jó. Exotikus szertartás. Lady Dragonfly egy luxus kurtizán, aki szeret utazni. Ügyfeleinek rendkívüli élményt kínál egy érzékeket kényeztető szertartás során. Jó, keressük akkor meg.
Hoppácska, itt van valami. További információra bukkantam. Elveszett meghívó. És beletörés társadalmi távoli orosz országokba tett utazásokon. Remélem meghívom önöket egy olyan partira. Üstölő illat, igen. Ez valami gróf meghívás. Valahol illegális mulatságot tartanak. És itt is találtam még valami infót. Geometria kézikönyv. Jó, hogy létezik geometria, egy esemény, amit keserű szavakkal nem lehet elpusztítani, bár a szülei megnyírbálják a szárnyait, ő hisz abban, hogy egy nap nagy matematikus lesz belőle, és tökéletes rombuszok, megnyugtató körök és barátságos trapézok között találja meg a biztos menedéket. És ez melyik küldihez tartozik? Álom az álomban. Álmok utáni vágyakozás, álmodozás, vágyakozás. Arra, ami elérhetetlen, egy szintetikus, lilával festett Pollard feldobja a sziluettet, fekete gyapjú nadrág előkelőbbé teszi, a rombusz mintás mellény pedig némi kontrasztot ad. Új korszak jön, a férfinak többé nem kell szerényen öltözködnie. Ez lehet, hogy inspiráció lesz majd. És ide kellett jönnöm. Yes, sir. Taumatörcs. Oha. Kaptunk is pontot érte. Csökkenti az okozott kárt 50%-kal gyengülés. Nem tudom, mire kéne. Megszakítja egy ellenség tervezett akcióját, ha az ellenség szenvedés állapotban van. Szabotás. Ez jó. Ez nagyon jó cucc. Oké, és akkor nézzük a küldetéseket. Jó párat megcsináltam. Csináljuk tovább. Oké, most ugye éjszaka van, úgyhogy most jöhet a izé. Most jöhet a... vasdosok. A vastot, megkeresik a vastot. Ugye az az a szövetség, akik a taumatörzsök ellen vannak. Na, itt van valami. Utasítás a putárnak, jöjjön el este, ugye csomagot az Ervinszka utcám alatti lakásba, és adját közvetlenül a komornyi kezébe. És ez micsoda? Türke papírnak félelem és éberség szaga van, a csomagot körülvevő zsinort ügyes kezek kötötték meg, ami a stressz halvány lüktetését hordozza. Mi van, ha ezúttal a rossz kezébe kerül a csomag? Ugye ez megint valami új küld lesz majd. Viszont egyszerre csak egyet. Oké, gyorsan megyünk a temetőbe. És ezt most már el tudom olvasni, ami jó. Transzparens készítőjének gondolatai elveszett bárányként kóborolnak az anyagban, az első türelmetlenül járkál, második rémülten, a harmadik gúnyolódik, az ábrázolt gondolatokon, a negyedik kétségek között folyong. Taumatörzs. Valsói hírlap az minket annyira most nem érint. Újság egy olyan oldalon nyitott, amely egy ismert feltaláló, Kazimierz Prozsnyiszki eredményeit ismertette, aki élő fotózással foglalkozik, és jelentős eredményeket ért el. Oké. És
Ide kéne bemennünk itt a főhadiszállásnál, itt balhé lesz. Fill out forms A1, B, and D12. Pay the entry fee. Itt hányan lesznek? Hey, he's a magician! Who's the head of this shit house? I am. Wojciech Konieczny, chairman of the Warsaw Anti-Thaumaturge Society. And you are either extremely insolent or stupid to come here, Tempermancer. I have come here to settle the score with the vampires and fanatics. And I don't see any vampires here. Noble candidates, your initiation is about to commence. Grab the magician. We won't let you down. Hányan vannak ezek? Oké, itt fogok meghalni. Bassza. Nem tudom, mivel lehet ezeket ütni, válni, de ez így nagyon nem lesz jó. Gond az, hogy nem mentettem el. Nem tudom, bazeg, mit csinálok. Csökkente a fókusz megszakítását. Aha, ez majd később lesz jó. Na most támadni kéne addig, amíg max a HP-ja. Jaj. Oké, okay, eltoltuk hátra. Biztos az valószínűleg fogadni egy pont. Meg én jövök egy körre, az mondjuk nem rossz. Viszont... ő a következő, őt kéne most megátkozni. Hát őt is el tudom lökni, vagy taszítani hátra. És a fickóra meg adok egy csökkentést, és így letörjük a... a stabilitását nullára. Nem sikerült ellökni hátra, nem baj. Viszont ő megtört elvileg. Oké. Oké, így viszont őre verünk egy stabil megtörést, és akkor szintén elintézzük, ha tudjuk. Gyerünk! Bassz meg. Nem sikerült elintézni, az nagyon nagy baj. Mennyi HP-je maradt? HP, na ezt nevezik úgy, hogy pofátlanság. És most ő jön. Utána meg ő. Jó, azt mindenképpen ki kell innen ütni, most már nincs mese. Gyors támadás, és le kell szednem a negatív hatásokat magamról. Csináljuk azt, hogy... leveszik a páncélját, hát ha... kell tisztítanom magamról a negatív hatásokat.
Erről hiába veszem le az izéket. Mindegy, csináljuk így. Jó, bedől. Oké, elvileg most megtisztítottam magamat a negatív hatástól. Oké, eddig jó. Na, ő neki most be tudok varni még egy nagyon nagyot, 12-14. És a Salutornak a következő akciója ugye felgyorsul egy körrel. Úgyhogy őt fogom támadni. A Salutorral meg megtámadjuk a pisztolyost. Most vagy visszahílelem magam. Legyen a heal. 13, kevés. Nem arról volt szó, hogy a Salutor jön? De elvileg ő is fog jönni. Oké, ennek beverek még egyet. Hét heal. Kifektettünk egyet. Na most viszont az baj. Következő támadás az nagyon nagy lesz, amit kapni fogok. Megpróbálom őt ellökni hátra. Őnek meg lecsökkentjük a páncélját. Igen, ez baj. Oké, 21 HP még van. Nincs olyan nagy probléma. Na! Hogyan kéne csinálnunk a dolgot? Nek adok egy ilyet. Ezt meg bedaráljuk. Lássuk. Nem sikerült. Hát de hogy? Nem nagyon értem, na mindegy. Ura volt. Adunk neki még egy pofont. Azt a kúrom az. Az csúnya volt. Nagy kárt már nem tud bennem tenni. Sebesség. Salutor következő akció egy körre gyorsabb lesz. Na így van, ez jó. Ez így most elég jól össze van rakva, mert... Lesz majd rajta egy healing. És még azért egy átkozás ráverek. 14 heal, hello. És még el is töltük a támadását világ végére.
Gyengítettünk rajta elvileg, úgyhogy most kapni fogja a pofont. Legalábbis kellene neki. Mínusz két fókusz, és eltoltuk a támadását megint. Hát ez így... ez így gatya. Okay. That's enough, you demon. You've proved to everyone that you're a menace to humankind. Even a small kitten may scratch when provoked. See? He's already messing with our minds. That demagogue is turning everything on its head. Cover your ears so that he doesn't poison your minds. Do you want to keep lying? És a korba. Úgy, úgy. Terje már ezt az öreg. All you skeptics, look! Have you seen this thaumaturge? I have witnesses! Mr. Konyechny, you're our hero. Down with thaumaturgy! Ó, még egy kör. Azt hittem, hogy még.